Első látásra szerelem, plüss bocit kapott Dalma. Ez a kisfiú pedig ruhásdobozt bontott ki. Több tucat pakban érkezett adománya Józsa András kórház gyermek részlegére. A szülők úgy érzik, hogy így könnyebben telik majd az idő a kórházi kezelés alatt. Igen, fontosnak tartom a gyerekeknek kell, hogy sokkal jobban érezzék magukat, otthonosan érezzék magukat, így a betegen és ebbe a környezetbe. Így is szegények rémüldöznek, úgyhogy szükség van rá. Nyíregyházi anyukák döntöttek úgy, hogy összegyűjtik az otthonokban feleslegessé vált játékokat. Kerestek szponzorokat is, az adományokat pedig ma hozták el a kórházba. Adományoztunk két tévét. Egyiket szponzori felajánlás volt, a másikat a nyíregyházi anyukák adták össze a pénzt rá. A játékoknak és az adományoknak nagyon széles skálája van a dobozokban. A ruhától a készségfejlesztő játékokig, a fiús játékok, lányos játékok, babakocsi, kifestő, színező, könyvek, színes ceruza, és még sorolhatnám. A gyermekosztály tágas kórtermeiben nem csak a beteg, de a szülő is elfér. A falakra pedig több helyen televíziót szereltek. Dicső Ferenc főorvos azt mondta, korszerű gyógymódok ide vagy oda, a gyermek akkor gyógyul igazán, ha az édesanyja mellette lehet. Náluk a szülő éjjel-nappal bent maradhat a kórteremben. Ez az új kubatúra azt tudja nyújtani, hogy a szülő és a gyermek folyamatosan 24 órán keresztül itt tud tartózkodni a gyereke mellett, és nem csak az általános kisebb, úgynevezett kisebb betegség, mondjuk egy tüdőgyulladás kapcsán, hanem ha valakinek intenzív ellátásra van szüksége, a gyerek intenzív részlegünkön, vagy a sebészeti részlegünkön, vagy az újszült intenzív ellátó részlegünkön is lehetőség van arra, hogyha az anya szeretné, akkor ő akár éjszaka is ott tud a gyerekével tartózkodni. A nyíregyházi anyukák nem állnak meg itt, újabb jótékonysági akciót terveznek. Mi januárban alakultunk, ahhoz képest nagyon gyorsak és ügyesek voltunk, mert anyukák vagyunk, és mindent megoldunk. Éves szinten még tervezünk több segítési formát. Most a gyermekfertőző osztályra szeretnénk falmatricákat gyűjteni, és utána gyereknap, télapó, karácsony, és hát vannak hosszú távú terveink és álmaink. Most az egyik hipermarket lánccal tárgyalnak. Azt szeretnék, ha a beteg gyermekek a lehető legboldogabban tölthetnék el az időt a kórházi kezelésük alatt.